hallhassák, vagy láthatják. Itt vagyunk kameráinkkal az Észak-Kelet-Dél-Nyugati vendéglátóipari vállalat 2174-es számmal elláthatott üzemegységében a ezer pardon búzsbivajról elnevezett palatozóban. Itten vagyunk, mint bizonyára, bizonnyal, na most nyára vagy nyal, hát emlékezhetnek, anno dacumál, ez franciául volt, jártunk már itten, hogy feltárhatjuk ezt a bűzhött dágvány, amelyben mértéktelen alkoholizálás taszítja az épülő emberiséget. És íme a taszított emberiség bizonyos egyede már is imbolyog felénk. Méghozzá, kedves nézőink, ha a zsenialitásom nem csal, ez maga a kaktus Ede úr. Itt már akkor joggal tekinthetett az egész kis ország saját részegének. Ezért csókolom, fogadja elnéző mosolyamat, kaktus úr. Szia, élet, püttinyem! Mit iszol? Minden szavát, kaktus úr, minden szavát, a szabad így szólítandan, megvágjuk ezt. Ezt a pofát én már láttam valahol. Én ugyanis a tévériportere vagyok, megmondom őszintén. Édes pitényem, te most felvágsz, vagy bűnbánatot tartasz? Hogy a trójai faló simogasson meg azzal a szálkás jót? Kedves nézőink, bizonyára emlékezenden, szóval tetszik tudni, hogy ebben a riport sorozatban legutóbb is előfordultak aféle erőteljesebb kifejezések. Részint a fajfenntartás, részint meg ugyebár az állattenyésztés, terminoló... Mi van, édesapám, mi van, megállt benned a magnószallag, vagy... Mi van, ma szövegelünk, vagy jót lizunk? Az ilyen típusú aperszüket, ez latinul volt, aztán az adásban jótékony trombita szóval burkolva, kvázi hatástalanítottuk. Jaj, emlékszel, ha például programot csináltam neked, azt mondtam, hogy elmégyám, te picinyem, abban jó lehangolt ég. Na, kaktus úr, most komolyan, kérdeznék öntől valamit. Nyomjad, picim. Hincset csak, picinyem, mint balompék a lisztet. Csak azt óhajtottam volna, hogy miként lehetséges, hogy ön újra az alkoholos befolyásoltatottság állapotában leledzik. Mi az Isten nyilában leledzek én? Úgy értem tisztelettel, hogy miként fordulhatott előre, hogy ön ismét illuminázott állapotban. Hogy miért vagyok megint piát? Na, azt akartad kérdezni, ha? Milyen tisztelt népbírság? Ártatlan vagyok. Úgy tetszik érteni, kaktus úr, hogy nem tetszik borzasztó módon berúgva lenni. Nem tetszik piát. Úgy értem, hogy nem már megint vagyok piás, hanem még mindig piás. Mit kell hallanom, hogy azóta is, hogy kvázi egyfolytában? Hát nem kvázi, de egyfolytában. Mert itt szilárdság van, picinyem. Itt kitartás van bedobva. Nálam a delérium nem szalmaláng, hanem plégége és azbest gyomordóga. Ha meg nem sértem a mélyen tisztelt intim szféráját,
Especiál ógörögül van. Nekem nem magyarázni, perfekt görög vagyok. Tessék mondani. Igen. Miért iszik ön annyi? Miért? Az érvény. Felejteni akarok. Mi? Ott már elfelejteni. Kedves nézőink, hát tessék, hát ide sodorja a sárból és napsugár mosóporból gyúrt embert, az etil származékok mértéktelen élvezete, proprimo a társadalmi tudat, és újra csak proprimo az individuális önkontroll elferdülésének kvázi quintessenciájában, Mondd, Pitinem! Ez neked van? Vagy úgy alulról táplálják beléd, vagy hol van? Kérem, Kaktus úr, engedelmével, ha nem tetszik folyton ütlegelni, most rátérnék a... Tudod, hova tétte, picinyem, abban jó ére? Ugyanis azt szeretném megkérdezni, drága Kaktus úr, mit méltóztatik szólni ön az új rendelethez, miszerint közterületen tilos a szedfogyasztás. Ne csináld, picinyem, mert vadkacajra fakarok. Még hogy rendelet, hogy körül ne vonszoljam magam az ülepemen? Hát kiskapuk nincsenek, mi? De, ahó, halló, ahó, kiskapuban is tilos, kiszihan. Idézem a rendeletet, leszes ital fogyasztása tilos utcán, úton, téren, járdán, járdaszigeten, parkban, lépcsőn, hídon, aluljáróban, felüljáróban, kapuajban, nagy... Mert te csak a rosszat látod, pici. A jó az neked, smafu, mi? Hogy még mindig nyugodtan... Bess! Mire megfújod, Mitko? A besek. Besikerálhat! Ja. Figyelj, picinyem, sorolom, hogy hol lehet piázni. Kukába, pincébe. Palláson, mosókonyába, bicikli raktárba, spájzba, liftaknálva. Kanálisba, sufniba, szaletliba, galambdúcba. Megkérhetném, édes Kaktus úr, hogy ne szíveskedjék a nyakamba zihálni. Úgy értsem, hogy a galambdúcon is méltóztat ön alkoholizálni. Felkúszunk, picinyem, fel! Az alkusz, alkuszik, apiás, felkúszik. Tömegsport, edzett ifjúság, mire a galambok haza mennek? Már turbékolunk, akár a gacsás gerlik. Rendelet, hát ezért könnyű mindig a szegény tintásokat macerázni. Az áremelésről plelegálj, picinyem. Ha drágább lett a kenyér, a zsír, a liszt, a hús, a töpörtyű. Kaktus úr, tisztelettel a szeszféleségek ára nem emelkedett. Hát, Willi, picinyem? Tudja a góréság, mit üdöglik a fehér egér? Van az gógyi dosz. Mert ha az ember belök három feles, a frásznak jut ma eszibb a töpörtyű. Látod, ezért drukkolok én annak a jó kurt felkelésnek. Mert képzelek én tégedet, picinyem. Fennmaradhat egy ajatolla, ha az egész országnak glatt megtiltja a szlopállást, mi? Kaktus úr, mi? Mit tetszik szólni? Megkérem, méltóztassék lecsavarodni a kameráról. Mit tetszik szólni, hogy egy magyar alkoholista már 50 000 forinttal tartozik immáron a kiózanítónak?
Igen, igen. 50 000. 50 000. 50 000 forint a desoxixám. A desoxixám. Hát ez világrekord. Fel a fejjel, magyarok, még ha kóvályog is. Centinése vagyunk a lábvalóak. Lépjünk büszkén a dobókó tetejére, ha leesünk, majd elkapnak. 50 000. Isten kérdés. Ha én valaha 50 000 forinttal tartozhatnék a kódexnak, a ketoxnak, a kódex, mindegy az te. 50 000 forint. Picinyem az várjásnak, azt mondja, az 10 000 fél deci. Húj, vigyázz, mert most patetikus leszek. Hát ez az ember a nemzet snapszámosa. Visszatérve a tematikánkhoz, méltóztat ön gondolni úgy, hogy ezt a rendeletet is ki lehet cselezni? Cselezni? Egyet mondok, picinyem. Nem piálhatsz a kapu alatt, na bum, piálsz az emeleten. Ismered a Kaskovics Vencelt, picinyem? Igen, a festőművész a nagy kabáti iskolában. Házmester a Garai utcába, fizet neki, felest fölenged az emeletre. Első emelet negyedosztály, második emelet harmadosztály, harmadik emelet másodosztály, negyedik emelet első osztály, szállítópallás osztályon felüli, minden szinten minden.